Most pedig felkérem dr. Feledi Balázs művészeti irodát, a zsűri elnökét, hogy értékelje a pályázati anyagot, hogyha szeretné, illetve majd nyissa meg a kiállítást. Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, tisztelt igazgató asszony! Nagyon-nagyon örülök, hogy találkozom önökkel veletek újra. Egy pár előzetes megjegyzést hadd tegyek. Végig a rendezvény Paják Edit igazgató asszony vezeti, aki a Csiri igazgatója. Nélküle semmiképpen nem jöhetett volna létre újra ez a rendezvény. Nagy köszönet neki ezért. És mivel mindenről a képzőművészet jut eszembe, de nektek is, önöknek is, el kell mondanom, talán Balázs Hanzi Bálintét is hallják, hogy Szervászki Endre kitűnő festő, művész testvére által van beiratva a magyar 20. századi művészetben. Szervászki Endre kitűnő zeneszerző, sokkal kevesebben ismeri, még kutatási téma Szervászki Jenő életműve, aki az igazi főiskolának is legendás tanára volt, nagy életmű, minden mindennel összefügg. Ez a mai kiállítás is nem egy művészeti ágról szól, utalás is történt erre, hanem a művészeti ágak találkozására. Hadd térjek arra vissza, hogy nagyon örülök, hogy rengeteg ismerős arcot látok, nem valószínű, hogy mindenkivel tudok majd szót váltani, de hogy így a nyár közepén ennyien itt vagyunk ezen a nyitáson, ez a Csirinek is és a rendezvénynek is óriási sikere. No, ha mindannyian tudjuk, akik hosszú vagy rövidebb ideje képzőszer területén dolgozunk, hogy ez a kiállító tér, ez a kiállítási technika, és ahogy megjelenik itt az a több mint 100 mű, ez rendkívül nagyon értékelendő, és igazán profi munka, de tudjuk azt, hogy ennél természetesen vannak jobb körülmények, de minden esetre, hogy erre a rendezvényre egy közművelődési intézmény vállalkozik, egy ilyen nagyszabású, országosnak nevezhető biennálira, ezt nem lehet túlértékelni. Óriási dolog az egésznek a megszervezése. Ha megnézzük azt, hogy általában az országban biennálékat, szakmai nagyrendezvényeket, bármely művészeti ágban, kik és milyen intézmények és milyen intézményi háttérrel és milyen szponzori háttérrel rendeznek meg, akkor bizony nagyon-nagyon kell értékelnünk a Csirinek a vállalkozását. Mindenütt jóval több a háttér, az anyagi bázis, amire lehet építkezni. Külön értékelendő ugye, hogy 2004 óta tulajdonképpen folyamatos az esemény sorozat, erre utalás történt, és valóban egyszer mondjuk ki Fekete Emes a kolléganő nevét, aki talán ötletgazdája is volt ennek a önöckép, önvallomás biennálénak, óriási az a munka, amit ebben ő kifejtett, és kezdettől fogva talán igazgató azt, hogy nem baj, ha a korábbi igazgató Várhalmi András nevét is megemlítem, aki hosszú éveken keresztül, mint a Csiri igazgatója, ami hát a Csiri mégsem a képzőművészet legfontosabb bázisa, még talán a kerületben sem, hiszen itt a múzeum és itt a Gálimre Galéria vállalta ennek a rendezvénynek a fölállítását és létrehozását. Szóval óriási az az eredmény. Én nagyon köszönöm már itt előjáróban, tehát Emesének is, és köszönöm Czuny Imrének, aki a technikai feladatokban óriási segítséggel volt, Lak Sándor barátomnak, Varga Lászlónak. Ez egy kollektív munka és a Csiri minden munkatársának, hogy talpra állt a kiállítás. Nagy dolog tehát, hogy ez itt van, és óriási dolog, hogy a nyár közepén talpra áll a kiállítás egy hétre ugyan, de tulajdonképpen ez egy koncentrált esemény. Egyre többet tapasztaljuk, hogy mindenütt a nyitása fontos, és az, hogy dokumentálva van az esemény. Nem győzöm hangsúlyozni, milyen óriási, nekem kifejezetten nagy érték a Önacké Biennálé korábbi időszakainak a tanulmányozása. Most ezzel töltöttem el hosszú időt, hogy kik állítottak ki korábban, milyen műveket lehetett látni a korábbi 10 pár év alatt, és hogy idén is sikerült létrehozni a katalógust, ezt én rendkívül nagyra értékelem.
Az önarcképről szeretnék egy pár szót szólni, mert ugye ez a közhelyszerű hát meghatározás, hogy a művésznek, az egyének az individuális ismertető jegyeivel történő ábrázolása, festészet, grafika, szobrászat, érem, stb. Ez tulajdonképpen egy ilyen közhelyszerű meghatározás. Nagyon érdekes, hogy korábban a portré ugye nem magyar szó, a képás a magyar szó, és nagyon érdekes, hogy a képásban mi minden benne van az önarckép esetében, amikor egy másképű megközelítésről van szó. Nagyon érdekes a művészet történetben tanulmányoznunk azt, hogy arcképeket már nagyon-nagyon régen mindig emlegetjük, hogy bár az egyiptomiak természetesen a görögök is, de nagyon izgalmas, hogy az önarckép, mint műfaj és mint a művészi alkotónak egy fontos területes később jelenik meg. Ez tulajdonképpen az individualizált művész népnek egy nagyon fontos lépcsője. Igazán a reneszánszal kapcsolódik össze, amikor már nem műhelymunka folyik, amikor jobban előtérbe kerülhet a művész személyisége, és a 15.-16. századtól pedig egyszerűen egy robbanásszerű műfaj kitágulása van az európai művészetben, hogy olyan fantasztikus személyek, mint Rembrandt, vagy mint Van Dyck, vagy mint Franz Hals, ők fantasztikusan elemzik saját magukat azon túl, hogy mit hoznak létre a műtörténetben. Nagyon érdekes az arckép és az önarckép összehasonlításában, hogy míg arcképet a festők nagy része megbízásra fest. Önarcképet jellemzően a művész nem megbízásra, hanem valamilyen belső ambícióból, mint erre a kiállításra is, az önarckép legritkább esetben tud összekapcsolódni valamilyen piaci megfontolással. Az önarckép nagyon ritkán válik igazán áruvá a kortárs művészetben, az arckép igen. De az önarckében meg van egy ilyen nagyon sajátos, különös esztétikai minősége és művészettörténeti karaktere. Hogy milyen fontossá vált az önarckép az európai művészetben, az tudható, hogy egy ilyen óriási firenzei gyűjtemény van, ahol tudjuk, ezt külön elemezhetjük, hogy hány magyar és kiket, és csak meghívásra fogadnak el önarcképeket, és ennek tulajdonképpen a fontossága az önelemzés, és itt eleveníteném föl azt a kifejezést, amit tulajdonképpen Fekete Mese kezdettől fogva végig is hangsúlyoz, hogy igen, önarckép, de önvallomás. Ő ezt nagyon fontosnak tartotta velem együtt, hogy tulajdonképpen amikor valaki saját magát, karakterét megfesti, nyilvánvaló, hogy amikor objektivitásra is törekszik, óhatatlan egy szubjektív mű születik meg, hol igen szubjektív, hol pedig megpróbál objektív lenni. Úgy is fogalmaznék, tehát, hogy minden önarckép egy önelemzés. Tehát amíg más pszichológushoz jár, tulajdonképpen minden önarckép itt is, aki művészeket ismerek, talán a legtöbbet ismerem, nagyon izgalmas összevetni, hogy nem csak a művészi képességei milyenek arra, hogy visszaadja a saját személyiségét, hanem milyenek a lelki adottságai, a lelki hangoltságai arra, hogy magáról mit akar most 2022-ben megszólaltatni. Természetesen az adott kor mindig döntő, mint ahogy most is, és természetesen több munka esetében az, hogy itt az elmúlt két évben a Covid hogy vetette rá árnyékát mindenféle létezésünkre, ez mint atmoszféra ezen a kiállításon nagyon erősen érzékelhető. Természetesen technikailag ennek rendkívül sok változata van, hogy ugye azt mondjuk, hogy önarckép, akkor ugye arról jellemzően a fej jut az eszünkbe, vagy szobrászatilag fogalmazva a mellkép, vagy a bűz, hogy a fej a legfontosabb az önarcképnél, holott az önarckép természetesen egész testet is ábrázolva, ilyenek is vannak, és a fejnél nagyon-nagyon lényeges, tanulmányozunk itt ezen a kiállításon is, hogy szemmel, vagy félprofilval, vagy oldalról adja vissza, vagy próbálja visszaadni magát a művész. Nagyon érdekes legalábbis számomra, hogy a portrénak a karaktere
és a jelentősége a 19. századtól egy furcsa kanyart vesz. Itt elsősorban a fotográfiával való viszonyra gondolhatunk, hiszen a fotográfia föltalálása az egész képzőművészeti szénában az emberábrázolás, az arcképábrázolás és az önarckép megjelenítést alapvetően alakította át. Egy olyan szót mondok még, amit főleg, hogy itt vannak a művész kollégák, én iróniával is említem, hogy van azért az önarcképben egy exhibicionizmus is. Tehát csak olyan fogad el egy ilyen meghívást, aki fontosnak tartja, hogy önmagát valamilyen módon nekünk, közönségnek visszaadja. Igen, ebben van egy magamutogatás együtt azzal, amit említettem, hogy egy önelemzés, sőt, mondanék egy olyan jelzőt is, amit ritkán, de sok művészre mondhatunk, hogy egyfajta narcisztikus karakter is megmutatkozhat mindebben, amikor a művész önmagát adja vissza. Ugye korábban a művész sokkal inkább rejtőzködött, most tudjuk a 20.-21. században a képzőművész abszolút kifele fordul, pontosan a képzőművész is, és ilyen értelemben az önarcképeknek is a jelentősége az én értelmezésemben egyre nagyobb. Hihetetlen, hogy nem csak a művészet történetben, hogy ennek milyen óriási a jelentősége, az említett nevek mellett még Dürert, vagy Van Goghot, Gauguin, Cézanne, a mostani Matisse kiállítás nagyon fontos a Szent Pőszti Múzeumban, mind abban a szempontból is, amit eddig említek. Matisse a tudós festő, a megnézve a kiállítást, milyen önarcképeket fest magáról, hogy elemzi magát, ebben is van természetesen egy exhibicionizmus. Nos, a magyar művészetben, hogy végig gondoljuk-e, hogy csoda fantasztikus önarcképek vannak a magyar művészetben, mondjuk csak egy Csontváritól, vagy egy Medgyászkitól, vagy egy Vajda Lajostól. Érdekes csak az önarcképeket mondjuk sorba tenni, és akkor egy nagyot ugrok, hogy a közvetlen kortársaink, akiket mi ismerhettünk, vagy sőt olyanok is, akik már itt kiállítottak, de nincsenek már köztünk. Hát Gruber Béla nagyon régen meghalt, de fantasztikus az ő önarcképeinek a műtörténeti jelentősége. Csernős Tibor, Szinte Gábor, Schéner Mihály, Mácsai István, Szabci, Szabó László, Szabó Zoltán, Patrai Laci, Gyémánt, szerencsére köztünk van. Még Orosz Jánost említeném, nemrég mentem. Na, érdekes kutatási téma majd ez is egyszer, hogy az önarcképek során mennyire a kortárs magyar képzőművészetnek a fő sorra is mindabban benne van, amit önarcképnek nevezünk. Természetesen újra mondom, ez nem csak művészeti, nem csak pszichológiai, hanem szociológiai karakterű is minden munka, és természetesen művészeti nézőpontú és technikai pillanat nagyon fontos. Csak fölvetem, hogy ezen a mai 110 műben természetesen egy hagyományos festő szemlélet és festő technika nagyon erősen jelen van. Én legszívesebben a 80 kiállított verse online, de azért ez nagyon-nagyon udvariatlan gesztus volna részemről. Nagyon izgalmas, amikor a festő rekvizitumokkal, festői rekvizitummal ábrázolja önmagát, vagy éppen családi körülmények között. Én nevezem nagyon erős egyfajta szimbolikus realizmus, amikor nem csak én vagyok fontos, hanem bizonyos környezeti elemek, amelyek nagy jelképi erővel többen jelennek meg, így jelenítik meg önmagukat. Vagy a sima szimbólumábrázolás például több olyan van, aki nem az arcát jeleníti meg, a személyiségét, hanem valami mást, új lenyomatát, vagy tenyerét, vagy más módon adja vissza saját karakterét. Érdekes a szemléletek között, hogy idealizálót ritkán látni, romantizálót igen, nosztalgizálót igen, meglepő módon, mondom iróniával inkább női kiállítóknál, de van egy morbid szemléleti megközelítés is. Van kubista megközelítés, van abszolút absztrakt, ami összefügg azzal, hogy nincs arcábrázolás és egyfajta költői megjelenítés. Nagyon jó, hogy látunk szobrokat, plasztikákat, térbeli munkákat, kerámiában és üvegben,
más anyagokban, ez nagyon fontos, és nagyon fontosnak tartom a festészettől elhatárolni, hogy milyen lényegesek a grafikai megközelítések. Expressive service, kitűnő grafikai munkákat látok, ami nagyon-nagyon fontos ezen a mai kiállításon. Van egyfajta folklór gyökerezettség, természetesen nagyon erős a szürrealizmus megközelítése, amikor az egész képet értem, de mégis a reális elemeknek egy különös elegye által az én fantáziámra is nagyon szükség van, mint befogadónak, hogy értelmezzem, és természetesen nagyon fontos az expresszív megközelítés, ahol a indulatnak nagy jelentősége van. Utolsóként emelnék ki egy általam fontosnak emelt gondolkodási ívet, ez pedig a digitális technika, a fotó alapú munkák, a fotó és a digitális technika összekapcsolása. Talán azt mondhatom, hogy idén sajnos most többet a konkrét díjazottakról nem mondhatok, mert legyen meglepetés. Lehet, hogy egy picit Udvar Ildikó kolléganőmmel és igazgatóasszonyjal ezt a fajta szemléleti technikai megközelítést előnyben részesítettük. Ugyanakkor másik oldalról pedig egy kolléga esetében a maximális szakmai, manuális elkészültséggel, tehát mintegy két végletet igyekeztünk megközelíteni, de itt teszem hozzá, hogy jóval több díjat is adományozhatunk volna. Általában én a minőséget nagyon-nagyon nagyra, megmondom őszintén, amikor tavasszal meghirdetődött, nem számítottam arra, hogy ilyen igényes anyag fog beérkezni. Minden kiállítónak nagyon köszönjük, hogy munkájukat elhozták, és jó magam is jóval több díjat adományoznék, mint ahogy belülről vannak is ilyen döntéseim. A végén pedig hadd idézzek, na hát hallgott levelei fantasztikusak, szóval mindenki csak olvassa, aki kezébe tudja venni, hihetetlen mély érzelemgazdagság, amiket ugye nagy részt a testvérének ír, és Van Gogh írja öcséhez, Theohoz egy Gauguin-nal kapcsolatos arckép csere ügyében ezt a mondatot még hallgassák meg. Az én portrém, melyet Gauguin-nal cseréltem, megáll az övé mellett, írja Van Gogh, ebben biztos vagyok. Feleletként levelére azt írtam neki, hogy nyilván kiszélesíthettem, általánosíthattam a portrén személyiségemet, és így nem csak önarcképet kíséreltem megadni, hanem sokkal inkább egy impressionista típusát. Most ez nekem azért nagyon fontos, mert minden önarcképnél azt tartom lényegesnek, hogy természetesen a művész adja vissza magát, ez nagyon sikerül is, de mindig legyen benne az a kor, amiben ő alkotott, és Van Gogh is a saját önábrázolásában erre nagyon törekedett. Kedves barátaim, nagyon örülök, és szólhattam pár szót, még egyszer köszönöm minden kollégának a részvételt, az intézménynek, hogy egyáltalán látható ez a kiállítás. A díjazottaknak előre is nagyon gratulálok, és nagyon remélem, hogy a 10. alkalommal 2 év múlva egy hasonló nagyszabású, vagy még nagyobb biennálét tudunk rendezni. Kiállítás nagy szeretettel ajánlom figyelmünknek. Köszönöm szépen!